regényt tudna írni Lázár Jánosról, ezt Simonka György mondta a 24.hu-nak. A korrupciós bűncselekményekkel megvádolt fideszes politikus arra reagált így, hogy Lázár szerint a bíróságon fejezi be a pályafutását. Simonka György szerint, ha valakinek csendben kellene maradnia, az éppen Lázár János, aki, idézem, úgy csinál, mintha a Holdról jött volna és nem vett volna részt azokban a dolgokban, amelyeket most szid. Azt is mondta, az ügyészek azért kértek rá 20 év börtönt, mert meg voltak győződve arról, hogy megtörténhet egy kormányváltás, ez esetben pedig, aki egy fideszes politikust le tud vadászni, az jó pozícióba fog kerülni. És hogy ő szegény, egyébként csak szegényebb lett, mióta országgyűlési képviselő, Lázár János meg egyre gazdagabb. Zokogjunk egyet. Azért ez olyan, mint a klasszikus vicc, tudjátok, amikor a Simonka buzerálja a Lázárt, én csak egy kávét kérek. Én nekem meg egyből az jutott eszembe, mint a Salamon Béla régi klasszikus történet. Ha én egyszer kinyitom a számat, egyébként, úgy várom már, hogy kinyissák a számat. Egyébként ez az interjú szerintem óriási élményanyag mindenkinek, tehát lehet benne rengeteg olyan mondatot találni, ami tényleg elképesztő. Nekem ott valahogy az elején volt, hogy hogy is gondoljuk, hogy 55%, ugye azzal vádolják, hogy 45%-ot eltett. Annyiból nem jön ki. Annyiból nem jön ki. Igen, tehát nem piacszerű. Kikérném magamnak, vagy én nem is tudom, hogy ilyen feltételezéssel élnek, hogy én bármennyit, de igen, nem, igen, hanem egy teljesen más. Igen. Ebből látsz ki, megvan a piaci logikája ennek a dolognak, alkotmányos költség. Egyébként tényleg szinte minden mondatán lehetett olyan jól derülni, hogy ilyen önvádat fogalmazott meg egy csomó helyen, mert azt mondta, hogy hát pont a Lázár, hát ő pontosan tudta, hogy hogy mennek a dolgok. Milyen dolgok? De hogy egyébként az a döbbenet, hogy a jogi képviselője ott ült mellette végig. Igen. Tehát, hogy én... És jó, engedte, én nem bűn... hagyta. Azt igen, mondta, hogy én nem büntetőzöm, de hogy én biztos, hogy nem engednék. Egy büdös szót se szólni senkinek. Lehet, hogy csak az... Minden esetre egyébként tényleg az a nagyon... Nagyon érdekesebben, tehát hogy ez ilyen szociológiai tanulmány lehet, hogy itt áll ez a szegény ember, és nem érti. És tényleg nem érti, hogy hát mindenki ezt csinálja, most miért pont én? És abszolút nem esik le neki, hogy hello haver, neked most ezt a szerepet osztották. Most te vagy a korrupció elleni harcnak a vezéráldozata. És még csak nem is vezéráldozat, hiszen ott van Mennyi Roland, meg ott van Boldog István. Tehát tulajdonképpen jól látszik, hogy valóban azért nem érti ez az ember, hisz mindenki ezt csinálja. Mint az 50-es években a kommunista pártban, amikor elvállalták az áldozati szerepet a párt érdekében. Van egy ilyen érzése most is. Igen, és 8,5 év, szóval azért az kemény. Tehát 8,5 évet indítványoztak rá. Igen, és a történet másik része az, amit ő érezhet, hogy ő mindig hozta a mandátumát, hogy ő ott abban a választókerületben, sőt talán az egész megyében, ő valaki, ő foglalkoztató, őt megsüvegelik, ő ott a helyi, nem tudom, a legnagyobb potentát, akire figyelnek az emberek, és eddig meg is szolgálta tulajdonképpen ezt a címet. Most Orbán Viktor, ugye, nem tudom most mikor volt az utolsó találkozójuk, de ugye fotók szoktak erről nyilvánosságot kapni. Kikérte? Kikérte a bírónak, és a bíró meg ki engedi. Na, itt azért vannak gondok. Igen, tehát, hogy ez is egyébként az ő fontosságát mutatja egy választó számára, és ezek után még inkább nem értheti, hogy mi is történik. Úgyhogy 8,5 év, miközben mostanában mindig 9 évről beszélünk. De ő mindig elmondja egyébként, hogy ugye nélküle a kétharmad nem lenne meg, hogy ő egy fontos ember, hiszen a kétharmadhoz ő szükséges. De vajon ez mind múlik, hogy valaki így kiesik a rendszerből, vagy nem, és ő maga érzi-e, van-e ennek valamilyen előüzenete, hogy most valami megbillen. Hát amikor túlzásba esik, amikor túltolja valaki, fullba nyomja a kretént, és mondhatnánk a pesti hasonlatokat a dologra, tehát amikor valaki vállalhatatlanná válik, mert kész. Nyilván föl kiszámolták, hogy nem tudják megvédeni. Ha nem tudjuk megvédeni, legyen belőle áldozati bárány, nálunk korrupció elleni harc van keményen, ahhoz kell egy áldozat, ő lesz az, kész, passzol. Ahhoz képest még most érkezett neki 450 millió ugye a büntető eljárás alatt ilyen ügyben. Igen, még 450 millió támogatást, ritka fajok. Alapvetően nem az szokott a baj lenni, gondolom hogy valaki... Gondolom azt, hogy másik eltárs osztogatja igazából, igen. Tehát ott ő már csak nem a bucsorámpa bubolt. Nem az lenni, hogy valaki lop, hanem az, hogy nem úgy, és nem az, akinek a főnök engedte. De ez vajon jelzés a rendszeren belül másoknak? Abszolút. Biztosan. Ez segíti egyben tartani a csatasort, meg a vonalakat, ez nagyon fontos. Is, hogy az ilyen, tehát, hogy amit nem ért, hogy Lázár, akiknek üzennek ezzel, azoknak is meg kell tudni keresni a saját tartó tisztjüket. Aki majd bólint rá, hogy igen, ellophatod, vagy ezt nem.
Azért ez elég durva, amiről most beszélgetünk így az elmúlt öt percben, szóval, hogy ez a rendszer így működik. Az nem durva, amit ő mondott, hogy regény. Nem, de hogy, és minden mellett meg ugye folyamatosan azt mondjuk, hogy az emberek ezt beáraszták, és tök mindegy. Tehát ez választás során nem azt nem szoroz. Itt azért, valljuk be, hogy itt azért van 8 terhelővallomás, gyakorlatilag vádalkukat kötöttek sorba, tehát itt nem egy fikcióról beszélünk, itt azért nagyon komolyan a büntetőjárásban megerősített tényekről beszélünk. Tehát, hogy amikor mi azt mondjuk, hogy ez így működött ez a rendszer, akkor azért az nem egy ilyen légből kapott ellenzéki, vagy nem is tudom, vagy egy ilyen értelmiségi, köldöknézegetős feltételezés, hanem ez nagy valószínűség szerint így is volt. Nyilván a rendszernek csak egy pici falat, tehát fogja ez igazából feltárni. A regényt azért várom, amit majd ő fog írni, mert hát ha meglátjuk a végét is, hogy meddig lehet vissza. De vajon lesz ilyen, hogy meglátjuk a végét? Tehát, hogy amit itt mondtál a téma elején, hogy hú, de várom, hogy kinyissa valaki a száját. Előbb-utóbb mindig van. Mindig. Előbb-utóbb mindig egy van. Vállás valamilyen formában. Vagy lehet, hogy nem ma, nem holnap, de 10 év múlva. Történelemtudomány létezik, szóval előbb-utóbb azért kiderülnek a dolgok. Mindig marad éhes száj, aki egy idő után már ő elégedetlenek érzi azt, amit ő kapott ettől a rendszertől, és akkor utána elkezd azon gondolkozni, hogy hát vagyok én is olyan okos, vagyok én is olyan befolyásos a saját területem, mert vagyok én is a kétharmadnak a biztosítója, aki ráadásul egy korábban baloldali körzetet vittem el, és hát ezt azért értékelni kell, és lesznek ilyenek, nem csak ő egyedül, mert ugye, ahogy szokták mondani, nagymamám mondta annak idején, amikor jöttek a kommunisták és leseperték a padlást, az jó jött nekik, de egy idő után elfogyott a padlás, és akkor jött az, amikor ők elkezdték egymást szidni, és ez van most is. Most lehet úgy tekinteni erre, hogy mint egy extremitásra, tehát, hogy ez egy kivételes dolog. Tehát azért nem tudjuk, hogy mi lesz majd egyszer 5-10 év múlva, mert most van egy ilyen, ez jól bizonyítható, ő megpróbál persze másokat is berántani ebbe, de azok a mások nyilván nem fogják magukat hagyni, tehát innentől kezdve azt tudják mondani mondjuk a kormány oldalon, hogy ja, volt egy ilyen is, és ezt föltártuk, és már is itt látni, hogy ebből büntető eljárás alakult, és tulajdonképpen nincs több, mert másról nincsenek az említett két úron kívül, akit említettél, tehát hogy nincsenek mások, akik ilyen váddal illethetők. Az, hogy szóbeszédek vannak, az lehet rossz indulat, politikai csatározás terméke, tehát az mindig van, vádaskodások mindig vannak, de ezek nem tények. Lejárt az időnk, de nagyon szuper kis évadzáró beszélgetés volt, köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és önöknek is köszönöm a figyelmet, és azért mondom, hogy évadzáró, mert most 3 hét nyári szünet jön így a civilapályán életében, de lesznek adások, best of adások, olyan összeszerkesztett adások, amiket így egyben még nem is láthattak, úgyhogy érdemes lesz majd szombat esténként 7-kor leülni a tévé elé, és addig is maradjanak velünk, szép estét!